A Hieroteosz Egyesület és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség közös szervezésében tartották meg 2023. december 14-én Mária Pócson a Jót tenni mindannyiunk kötelessége című adventi jótékonysági estet, amely az adventi civil börze keretében valósult meg. Az eseménynek a Mária Pócsi Emmanuel Zarándokház adott otthont. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség és a Hieroteosz Egyesület negyedik éve 2020-ban volt az első közös adventi akciónk. Tavalyi évtől a miniszterelnökség adventi civil bőrzéje keretében, mint Hieroteosz Egyesület, mint itteni CKSK, egy országos hálózati akcióba is becsatlakozva, de a magunk 4 éve elindított gyűjtését folytatjuk, és tesszük ezt azért, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a civil közösségek mindennapjai jók legyenek, és minél jobbak legyenek, és minden közösség kockáról kockára építkezzen. Azért a Bárdos Lajos görögkatolikus iskolát választottuk ki, egy görögkatolikus oktatási intézményt, és azért a Volosin utcai gyermekotthont Munkácson, ami a máltai szeretetszolgálat által, mármint a kárpátaljai magyar karitász által fenntartott intézmény, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye fenntartásában, mert ez két olyan intézmény, ami nap mint nap azon dolgozik, hogy jobb jövőt, szebb életet nyújtson gyermekeinknek. Kis András hozzátette, nem csak a jótékonysági esten adtak át ajándékokat, de ezen felül más tárgyi adományokat is visznek még Kárpátaljára, hiszen két intézmény gyermekei számára szervezték az adománygyűjtést. 10 laptop került ma átadásra, és emellett tárgyi adományok, és papírírószercsomag, tartós élelmiszer, édesség, és jövő héten még viszünk egy köradományt Kárpátaljára, és ezen adományok értéke meghaladja a 2 millió forintot, de ahogyan is mondta, nem az adomány számbeli mértéke a lényeg, hanem a gesztus a lényeg. Az ünnepi köszöntők és adventi gondolatok után beszédet mondott Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil szervezetek munkáját méltatta. Az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civilek országos szinten a nagyjából, ugye Budapestet kivenném a számokban, ez más logika alapján működik, a főváros nem is vármegye, de nyilvánvalóan minden adatban a lakosság szám és a civil szervezetek száma miatt az első. De utána a vármegyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a legutóbbi, tehát a 23-as adatokon alapuló összesítésekben a Bács-Kiskun megye mögött a második volt. A helyettes államtitkár úgy látja, a civil szervezetek 2024-ben a korábbinál nagyobb forrásból tudnak pályázatokat lehívni. Jövőre így már csak a miniszterelnökség nagyjából 20 milliárd forintot fog tudni a civilek között szétosztani, mert hasznosak tartjuk a tevékenységet. Látjuk, hogy mennyi, hány embert, milyen közösséget tudnak elérni. Fantasztikus, amit csinálnak, és szerintem ezt támogatni kell. Ez is jöttek létre egyébként a Nemzeti Együttműködési Alap mellett, ami ugye a kormánynak a civil alapja. A miniszterelnökség égisze alatt még 2 civil alap, a városi meg a falusi civil alap is, mert azt látjuk, hogy érdemes a hazai civileket támogatni, akik tényleg becsületes, tisztességes munkát végeznek és közösséget építenek. A rendezvényen kiosztották az év Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkéntese, valamint a vármegyei családokért díjakat. Az eseményen közreműködtek az Ékes Virágszál görögkatolikus óvoda gyermekei, valamint a Pócs Petri hagyományőrző népzenekar.